Egészhetes nyári tábort szervezett az Alsónyéki Református Plébánia óvodás és általános iskoláskorú gyerekek számára. A bárányképzőbe a gyerekek bibliai történetekkel ismerkedhettek meg, de kötetlen játékokból sem volt hiány. Trambulinon ugrálás, fogocskázás, kincskeresés is szerepelt a napi programok között. A kisebbek csillogó szemmel mesélték, hogy mi volt a legjobb az egész hetes nyári táborban. Már kettőször voltam ebben a táborban, és azért szeretek itt lenni, mert szerzek új barátokat, meg szeretek imádkozni, meg ezeket szeretem. Nagy Jánosi bátor is második alkalommal vett részt a bárányképzőben. Azért szeretek ide járni, mert vannak ilyen cukorkeresések, meg sok barátot kerestem, meg a cukorkeresésben az a legjobb, hogy a csapat legalább együtt megvan, és miután még 3 cukor marad, azután a kis csoportos beszélgetésen megbeszéljük a dolgokat, és aki a legjobban válaszol, az megkapja azt a 3 cukrot, nem mindegyiket, csak mindenki egyet, aki a legjobban beszél. Azok a fiatalok, akik már kiskorukban is részt vettek a táborban, most kamasszá vagy fiatal felnőtté cseperedve, mint segítő gardírozhatják, taníthatják a náluk kisebbeket. Az ő feladatuk az is, hogy egy színdarab formájában bemutassanak egy-egy bibliai történetet a kicsiknek. Idén Mózes történetére esett a választás, Mérges Nóra teológus hallgatóként tapasztalatot gyűjteni jött a bárányképzőbe. Én tavaly kerültem ide, akkor voltam legelőször segítő, akkor a palucai fiúkat dolgoztuk fel, és átvittünk neki egy bibliai értelmezést. Idén Mózes történetét dolgozzuk fel, a kivonulást Egyiptomból, a tenger ketté választását, ami nagyon érdekes és izgalmas téma. Ezeket jelenetek formájában szoktuk nekik bemutatni, ezután van egy kis áhítatos rész is, amiben még jobban kibontjuk, és még egy kis csoportos foglalkozás is, amiben egyenként beszélgetünk a gyerekekkel, elmagyarázzuk nekik, hogy is volt ez, hogy őket is megkérdezzük. Sika Bonyi Eszter gyerekkora óta aktív résztvevője a református tábornak. Először, mint résztvevő voltam itt először, és hát számomra ez egy hatalmas élmény volt gyerekként, főleg, hogy a lelkész is beállt például a jelenetekhez, és hát ez egy hatalmas buli volt számomra. És kifejezetten örültem, hogy később már, mint segítő, én is ilyen élményt adhattam a gyerekeknek. Egy héten keresztül Mózes az egyik legismertebb bibliai alak történetével ismertették meg a gyerekeket, mégpedig úgy, hogy őket is bevonták a szereplésbe. Ez a történet sokféle oldalról meg van támogatva, tehát nem csak a színdarabban, hanem az alkalom után vannak kis csoportos beszélgetések, ahol több kérdésen keresztül próbáljuk még elmélyíteni mindazt, amit láttak itt a gyerekeken keresztül, amikor előadták a színdarabot, illetve utána, a kis csoportos beszélgetés után van egy úgynevezett labbook készítés, és én most beszaladtam az épületbe, és ki is hoztam egy ilyet, hogy így meg tudjam mutatni. Ugye a tábornak az a címe, hogy a szabadító, és ezt a labbookot a gyerekek majd csak pénteken, vagyis ma fogják megkapni a záró alkalmon, amire a szüleiket is várjuk. Minden évben a színdarabhoz a témát vagy a Bibliából, vagy olyan irodalmi műből választják ki, aminek van egyfajta szimbolikus keresztény üzenete. Tavaly Pálucai fiúk voltak, ott a gyerekkapcsolatokon keresztül nagyon sok lelki igazság van, amihez tudtunk kapcsolni bibliai üzenetet a gyerekeknek minden nap, és akkor ott is voltak Pálucai fiúk, Vörösingesek, Grundwald, tényleg ilyen nagyon izgalmas volt. És nagyon fontos számunkra az, hogy itt a gyerekek egyrészt olyan lelki jót kapjanak, ami az Isten igazságaira épül, de hogy ezt a gyakorlatban is megéljék. Tehát nem csak arról szól egy bárányképző, hogy megismerjük Istent, hanem ha már ismerem Istent, akkor ez mit jelent a kapcsolataimban. Úgyhogy mindig szoktam mondani a segítőimnek, hogy nem csak az a fontos, hogy átadjuk azt, amink van, hanem hogy nagyon kell szeretni ezeket a gyerekeket. És így remélem, hogy ebbe a táborba azok, akik már nyilatkoztak, ilyen 17-18 évesek, ők kicsi táborozóként kezdték. És én nagyon örülök annak, hogy vannak olyan fiatalok, akik megtapasztalják, hogy mit lehet kapni, és akkor utána nem csak örülök annak, amit kaptam, hanem utána rájönnek arra, hogy nagyon jó adni,
és amit tanultak, az átadható, és hogy az a következő nemzedék, akik utánuk jön, az majd lehet, hogy tényleg őket fogja követni, és lehet, hogy majd csoportvezető lesz, hogy lesz vágyuk arra, hogy ők is adjanak egyszer.